Sziasztok! Nagyjából egy évvel ezelőtt készítettünk egy videót arról, hogy vajon milyen lesz az élet 200 év múlva. Ezt a videót sokan szerettétek, ezért úgy gondoltuk, hogy ma egy hasonló témával fogunk foglalkozni, melyben arra a kérdésre keressük majd a választ, hogy hogy fognak utódaink kinézni 1000 év múlva. Ha újak vagytok a csatornán, akkor mindenképp iratkozzatok fel, ha pedig az elsők között szeretnétek értesülni a legújabb videókról, akkor kattintsatok a feliratkozás gomb melletti harangikonra is. Na kezdjük! 1000 év múlva az emberek magasabbak lesznek nálunk. Ez szinte borítékolható, ugyanis már csak az elmúlt 200 évben több, mint 10 cm-t nőtt a férfiak átlagmagassága, de hasonló tendencia mutatkozik a nők körében is. Felmerülhet bennetek a kérdés, hogy mi okozhatja ezt. Nos, a folyamatos növekedés egyértelműen a fejlett világ táplálkozási szokásaival hozható összefüggésbe. A magasság mellett ugyancsak változni fog a bőrünk is, mely sötétebb lesz. A légszennyezés következtében az ózonpajzs egyre kevésbé tud minket megvédeni a napból érkező ultraibolya sugárzástól. Emiatt van az, hogy a nyári hónapokban egyre gyakrabban halljuk a tévében, rádióban, hogy a déli órákban ne tartózkodjunk a napon, hisz pár perc alatt le tudunk égni. Az emberi szervezet, mint minden jelentős változásra, valószínűleg erre is reagálni fog, ezért a bőrünk idővel sötétebb lesz. Növekedés lesz megfigyelhető továbbá a szemek méretében is. Tekintettel arra, hogy már évek óta zajlik a NASA Mars kutató programja, nehezen lehet elképzelni, hogy 1000 év múlva még ne hódítanánk meg más bolygókat. A Washington Egyetem egyik kutatója szerint az emberi faj ekkor már a naprendszer más bolygóin fog élni, amelyek távolabb esnek a naptól. Itt a gyengébb fényviszonyok miatt pedig nagy eséllyel megnőnek majd az emberek szemei. Az egyik, hanem a legjelentősebb változás azonban nem a szemekben, hanem az emberek fizikumában fog jelentkezni. A rohamosan fejlődő technológia lehetővé fogja tenni, hogy úgynevezett nanobotokat, azaz apró kis robotokat építsünk be a testünkbe, melyek fizikailag erősebbé, ellenállóbbá tesznek majd minket. Így valójában már félig emberek, félig robotok leszünk, ami elnézve az erről készült filmeket, nem biztos, hogy jó irányba vezet. Viccet félretéve, valóban nehéz előrelátni, hogy ez milyen hatásokkal fog majd járni. És végül, de nem utolsó sorban, jöjjön a legizgalmasabb téma, a halhatatlanság. A világ leggazdagabb emberei közül néhányan dollármilliókat fektetnek be az öregedés lassításával, illetve annak megállításával kapcsolatos kutatásokba. A cél a biológiai halhatatlanság elérése, mely az az állapot, amikor az öregedés folyamata megáll, vagyis a sejtpusztulás mértéke nem növekszik az idő előre haladtával. Bármilyen hihetetlennek tűnik, már most is léteznek olyan élőlények, melyek békés körülmények között nem pusztulnak el, ilyen például egy bizonyos medúzafaj. Egy másik példa a sima tűjű szálkásfenyő, melynek legöregebb ismert példánya körülbelül 4840 éve él. E két példa ad többek között reményt arra, hogy idővel akár az ember is képes lehet majd ilyesmire. Ti mit gondoltok erről a témáról? Elképzelhetőnek tartjátok, hogy 1000 év múlva fajtársaink szószoros értelemben halhatatlanok lesznek majd? Kíváncsian várjuk a gondolataitokat a komment szekcióban. Ezzel a videó végére értünk. Reméljük tetszett nektek, ha így van, nyomjatok egy lájkot, és amíg nem tettétek, iratkozzatok fel. Ennyi volt mára, találkozunk a következő videóban. Na sziasztok!